döntetlen volt. 5 perc telt el a mérkőzésből, az első hazai szögletet rúghatja Pető. Pető nem volt veszélytelen. Balogh fejeli vissza, még ott a helyzet, Sándor Tamás lövését védi Derdák. Az 5. debreceni szöglet, Pető rúgja. Sándor Tamás, Tóth György, megfogja Derdák. Medvéd, de jól vitte el. Medvéd rávezeti Jagodicsra, ügyesen kibillenti, és Bognár a labdát rúgta el. Sándor Tamás, Tóth perdít, Dombi mehet, Dombi, és ez 11-es. Dombi nagyon lendületesen tört be, és Jagodics csak buktatni tudja. Kondás, és belövi magabiztosan. A második félidő 8. percében megérdemelten szerez vezetést a Debrecen. Hídvégi. Hídvégi húz befelé, Hídvégi fölé tolja Horváth. Ez volt az első szombathelyi kapura lövés. Hídvégi. Nail egyből középre. Hú, de rosszul jött ki Horváth, és 11-est is ad a játékvezető. De nem Horváth megmozdulását ítélt a szabálytalannak, hanem Balogh lökte hátulról a kapus felé a szombathelyi játékost. Farkas Simont letámogatják, Bognár pedig a 11-eshez készülődik. Felső kapufa! Bognár fölemelte, hogy nehogy elakadjon a labda Horvátban. Rosszul járt. Kenesei egy jó csel után. Egyedül próbálkozik Kenesei, és elveszítette az egyensúlyát. Golyán reklamál, és mivel a második sárga lapja, a román hátvédet kiállítja Juhos játékvezető. Pető készülődik szabadrugáshoz, bő 5 perc van hátra a mérkőzésből. Pető, nagy védés!